a nevem Miklós Kálmán, bemutatnám nektek a Bolsz Cafét Gyula belvárosába, étterem, panzió, szálloda, befektetés egybe. Nézzük! Balra a szokásos vendégteres bárpultot látjuk. Jobb oldalt vendégtérnek kialakított részek. Ez lent egy legalább 60 fő befogadására alkalmas termek, családi rendezvényekhez, ballagásokhoz, nyilván napi étkezésekhez. Kiváló! Ez lent egy 60 négyzetméteres terület. Tartozik hozzá egy hármas kialakítású WC. Ez nagyon modern, most csináltuk, teljesen friss. Az étterem gazdasági kialakítása és a vendégtér növelése miatt galériát csináltunk. Nézzük! Ez fönt az emelet 104 fő. Klíma, zene. Itt tanácskozások, osztálytalálkozók, nagyobb rendezvények, zárt körülvi alakítható. Az étteremhez nagyon modern, hatalmas konyha tartozik. Megmutatom. Mosogatók, személyzeti öltöző, személyzeti WC, konyhánk másik része. A pizza résszel kezdünk elől. Pizzériának az a pizzakészítő helység, viszont itt az utcára való kiszolgálást is tudnánk csinálni. A nyitóablakok a fő utcára nyílnak. Gyrosz hamburger pizzához. Ételkészítés itt történik, frituk, rostlapok, melegen tartók, előkészítő pultok. A konyha előkészítő helységébe járunk, hűtők, húsos előkészítők, háttérhűtők, fagyasztók. Modern kombi kemencével rendelkezünk, sokkoló hűtővel, szuvitkáddal, tárolókkal. Fekete mosogatók, zöldségraktárak, előkészítők vannak egész végig az étteremnél. Az épület kettő bejárattal rendelkezik. Egy a fő utcán van, egy a mögötte párhuzamosan elhelyezkedő kis mellékutcába. Páfi utcán vagyunk, az étterem másik bejárata, az épület másik bejárata, ahonnan a panziók nyílnak. A Páfi utca felüli feljárónál egy függő hidat csináltunk, hogy az alsó részből ne vegyünk el, ezen tudjuk megközelíteni a panziót. 5 szobánk van a panzióba, viszont széljegyzetnek megjegyezném, itt a szomszéd, aminek a területe eladó. Ezt ügyvéd kezeli, de egészen rendes áron meg lehet most már vásárolni azt is. A függő folyosó első bejárója egy 2 szobás apartman kialakítás. Nagy nappali, tartózkodó konyha, hatalmas nagy WC és szoba. A kialakítás vadonatúj, a berendezés az egyedi igényekre bízva. Az étterem tetőterébe egy 4 szobás, komplett fürdőszobákkal ellátott panzió rész került kialakításra. 4 különálló szoba, 4 különálló fürdőszobával. Vannak kisebbek méretre, és vannak nagyobbak. 200 négyzetméter, kompletten a 4. Vadonatúj fürdőszobák. Vadonatúj szobák. Ez a legnagyobb szoba, akár családok, akár társaságok elszállásolására is.
és a negyedik legnagyobb szobánk egyike, külön fürdőszoba, külön helyiségek, tágasak, nagy ablakokkal. Panziószoba, kétfős szálló vendégek elhelyezésére, ez a legkisebb szobánk, ez tipikusan egy-két éjszakás, de apartmannak kiváló. Ebben a helységben nincs főzőfülke kialakítva, egy-két éjszakás itt tartózkodásra kiválóan alkalmas kis szobát csináltunk. Az étteremtől 55 méterre a belváros közepén egy föld alatti parkolóházba tartozik még hozzánk 4 darab mély garázs. Lent vagyunk a mély garázsba, az épület alatt, a bejárat melletti 4 mély garázs egymás mellett az étteremhez és a panzióhoz tartozik. Salát tulajdon, bejegyzett joggal,